amivel nem vagyok elégedett, az a pontosság, de viszont nagyon sok gólhelyzetet kielőhoztunk. Tehát ezt a meccset, hogyha odafigyelünk, akkor 3-1-re, 3-2-re vagy 4-2-re meg kellett volna, hogy nyerjünk, 2-1, megnyertük. Tudom, ismerem a hibákat, amit meg is neveztem, tehát a kérdésre annyit tudok felelni, hogy óvatosabbak voltunk, nem nyitottunk annyira, mert tudtuk, hogy kulcsmérkőzés számunkra pontba, eredménybe, előnybe tudunk jutni, hogyha megnyerjük ezt a mérkőzést. Megköszönném a csapatomnak a hozzáállást, és tényleg úgymond tétmérkőzés volt a számunkra is, az Újpestnek is ez nehéz mérkőzés volt, mert lefelé kilógnak a táblázatból. Mi jöttünk belőle ki jobban, és tényleg egy nehéz Újpest ellen, és nagyon örülök neki, még ha nem is lehet rajtam látni az örömöt még, de egy fontos 3 pontot tartottunk otthon, és ebből a 3 ponttal meg tudtuk előzni a Kisvárdát részletbe, és a Ferencvárost. Bízok benne, hogy a holnapi meccs is úgy fog dőlni, hogy esetleg meg tudnánk tartani az első pozíciót, és akkor ezen még többet kell dolgoznunk, hogy stabilak legyünk, és ott ragadjunk fönt a táblázat elején.